Sziasztok, Blackonomiuk, és itt a Battle for Middle-earth 6. része. Az előző részben folytattam a hódításokat. Ugye csak Isengarddal, de Mordor is meg kell csinálnom kettő pályát, hogy mennyit. Hát nem is akarok többet. Hogy lehet az, hogy itt meg Olyphanttal kezdek? Nem, mert ezt az egész Mordort nem is akarom. Szóval megpróbálom azért csak Isengarddal játszani. És remélem, hogy sikerülni fog. Akkor most folytassuk Lurccal egy jó nagy területet, Lebenint. Aztán már... Hát még itt lesznek nagyobb területek. Lebenin. An ancient province of Gondor. Soon it will only know the rule of one lord, Sauron. Home, you maggot! Make camp here! Új, csak ilyen kis tábor van. Akkor az meg sem lesz olyan nagy pálya. Három zászlójad lépjen a következő szintre. Ez már egy kicsit nagyobb. Kihívás bónuszból. Óvatosan kell megközelíteni, mert part túloldalán vannak ostromgépek. Aha. Mint ott is. De mondjuk Lurccal megpróbálom kicsalgatni. Szép ételem. De van. Fognak ezek jönni egyáltalán? Nézzük csak. Nem lehet őket kicsalgatni. Viszont a katapultot azt így... Ó! Benitunnyil ki tudom szedni talán. Ez most mi volt? Előtte közben mégse? Hát ez... Látszik hatástalan az ellen. Viszont így ki lehet csalogatni ezek szerint. A katapultot. Vagy sem. De, jön az. Érdekes talán, hogy nem is lesz kisebb város. Na is, azt csináltam ugye, hogy az ostromgépeket kiszedtem egyesével. Azután nem volt gond áttörni, csak jobb a biztonság. Aztán ugye itt van egy kisebb tábora, meg itt. És eljünk erre, itt van három favágó hely, ez nagyon jó nyersanyagforrás. Plusz még itt van fent egy kis tábora. Melyik szerintem ez az utolsó. De majd kiderül. Úgyhogy én bejön minden, amit csak lehet. Hát azt mondta, hogy a sötétség, meg a termesztés, az nem üti ki egymást. A bónusz is mindjárt meg lesz. Én szerintem ez az utolsó bázisa. Vagy nem? Mert ott... Aha. Akkor még van egy. Ide nem is kellett ostromgép, mert simán be tudtam jönni, hogy nem volt befalazva. Bekapúzva. Azért nem értem, hogy amúgy, hogy a gonoszoknál miért nincsen fal. Minek? Úgy vannak vele, gondolom. Még a seregem nem nőtt. Gond. Kisebb csapatot is lehet tudom verni. De jó lenne szinteket növelni. Lurz is csak egy szintet lépett. 11 szintet léptek az egységében. Az nem lesz azért. És már balrogot is kitanultam. Kíváncsiak, hogy mit fog tudni. Lebenin meghódítva. The destruction of Middle-earth. Nagyon jó. Szerintem én akkor azt fogom csinálni, hogy most csak Lurccal fogok darálni.
méghozzá itt a alsó részeket. Úgyhogy menjünk most Pelorgirra. Pelargir, the city through which all sea trade enters Gondor. For ages, men have coveted this port. Ez egy jó kicsi pálya. Crush these pitiful creatures, and anyone else who stands in your way! Na. Város gazdag a nyersanyagban. Építs 6 őrtornyot. Hát az mondjuk nem lesz olyan részes. Hiszen ugye ezek számítanak őrtorony. Meg is van a fővárosuk, ezért ez már keményen be van védve. És akkor itt is van egy torony, itt is. Igazából szét kell nézni mindegyik pályán, de ezt ugye szerintem nem kell mondani. Itt szerte széje vannak ilyen tornyok is, itt is favágók. De főleg itt középre támadnak. Csináltam már közben egy kicsit nagyobb sereget. Ha már 600 a populáció, ki kell használni. Nem szabad csak így szimpla 4 csapattal nekik menni. De azért kipróbálom már milyen ez a bar. Itt hagyni azért az lát. Mi? Egyből betört a kaput. Hát basszus, én meg itt. Azért, az kell. Még nem sok ideig van. Lángrobbantás, plusz 70 páncélzat. Wow. Tűzkorbács. Nézzük ez milyen. Hú, de jó vagy. Az ostor csapás. Csorostát! Üvöltés. Üvöltés megdesztik az egységeket. Tűzhányos. Nézzük ez milyen. Tudás! Szarkány! Az igen. Azért az már nem semmi. És ez repülés. Ez a van képessége bőven. Ez nagyon hasznos. Ez a baj, hogy... Így XP-t ugye elveszítem, amit kapnék érte. A csapataimmal. Se baj. Mindeset ez kurva jó. Vészhelyz esetére ez nagyon jól tud jönni. Eddig is azt... Az volt a gond, hogy... Aha. És ennyi volt Balrog, hogy ha esetleg csinálok egy főcsapatot, akkor hátba támadnak, mondjuk tegyük fel ide, mert itt van a főcsapatom, akkor legalább meg tudom idézni ott a Balrogot, hogy takarítsa le már le, kik ott vannak. Jó, itt gyorsan elpusztítok mindent is. Ez szerintem meg is vagyunk így. Lúcs már 9-es szintű. Ez így nagyon király. Vagy még van valahol. Na igen, pont erre beszéltem. Ugye összetette használják már az ostromgépeket. Nem csak ez a pályán, az többeken is. Azt szerette, hogyha itt van egy csomó Gondor épület. Nem tudták azt kitalálni bónusznak, hogy pusztítsak el minden ilyen Gondor épületet. Sokkal fanabb lenne, mint hogy legyen 6 őrtornyod, azt kész. Azt kell megnézni, hogy talán ez lesz az utolsó tornyuk. Lehet, hogy még arrébb lesz egy, és van az utolsó tábor. Radékok, hát teljesen át kell nézni a térképet, nem hiába mondtam. Inni. Még érdekes, hogy nekik nyersanyag termelőnek csak ez a falon van, meg ez a piac. Lehet, hogy ez a gondos piac is pénzt termel, nem tudom. Vagy
Kiderül, hogy hajókkal játszom. Meg is vagyok. Tűn. We shall vanquish all who oppose Sauron. Tűn. Jó. Teljes győzelem. Baj, annyira monoton ez az egész. Alig van olyan pálya, ami azt mondom, hogy egyedül. És akkor most választanom kell. Hát akkor... Még azt mondtam, hogy szerintem ha minisztritet elfoglalom, akkor ezzel vége a gonoszok kampányának, úgyhogy ezt nem akarom, én mindent el akarok foglalni. Aha, tehát akkor max ez a három még úgy belefér, de minisztrit már nem annyira. Úgyhogy legyen most Közép-Itália, Itália. Central Ithilien, once a land of Gondor, its people fled in fear when the Nazgul returned to Mordor and made Minas Morgul their home. Cowards of the North will not face us in open battle! Bónuszt most is a Gondor kószákat a környéken, de ez az orkpikások a tékalapzatba. Micsoda változatos bónusz, kérem szépen. Hát, ha már szabad barogot kaputól is használni, akkor én megteszem. Így nem. Minek ide? Mi az faltörőkos? Meg legalább tökéletes tank, így el vannak foglalva. Én nem találtam meg az összes ilyen kószát, ezt mondja meg kell találnom. De hogy így mindenhol el vannak szorva így a... az erdőkbe az egész pályán. Kis sunyiba még ide építettek egy mellék fővárost. Poén. Nem adják fel ezek olyan könnyen, hogy szeretném. De hogyha pontokat nézzük a minitérképen, el lehet igazodni mégis, hogy hol található bázis. Ki lehet számolni, hogy alkosatok hozzá. Ez én meg is. Kószágban még nem tudom, hogy mennyi van összes. Sok. Szét kell nézni az egész pályán. Nekem is csak úgy lett. Sokat kell szarakodni. Meg előbb-utóbb is felfedik magukat. Ó, nem csináltam még a lakzatba a pikásokat. Ilyen egyszer bónusz kihagyni. Ez van. Annyira el voltam foglalva a keresésre, hogy ez meg kiment a fejemből. Na, nézzük a következőt. Igen, hát akkor... menjünk tovább a Koremin Armen.
Hemin Arnen, the Royal Hills, home of the descendants of the Stewards of Gondor. Their ancestors knew only peace. Now they will know only war. Cowards of the North will not face us in open battle. Pusztítsd el az ellenséges lovag erőit. Ez megint ték alakzatban, jó van, azt inkább tészen inkább néni hamar megcsinálni, mert de úgy járjunk, mint én, hogy kimegy a fejemből. És itt is a fővárosuk. Hát itt volt egy, most elkezdte, de hamar rajta ütöttem. Itt volt egy ilyen kisebb városa. Ezt nem foglalta be, de én befoglaltam, hogy ne. Ő foglalja be. Ezt jól meg azt mondtam. Hát ez ilyen viszonylag kicsi pálya, hogy tényleg. De azért résen kell lenni. Basszus, ezeket jól beküldtem oda. Azt tanácsom amúgy, hogy ha farkas lovasokat is csinálunk, jobb inkább őket külön csapatba torkolni, tehát ne a fő csapattal lenni, mert eléggé könnyen tudnak halni, hogyha szarul kezeljük a szar pozícióval. És közben lurcon meg lett 10-es szintű. Tün-tün-tün. Isengard mindenkit. Legyőz a szarba. Én sem vagyok valami nagyon jó énekes. Na, most már legalább meg lett az alakzat, amit kihagytam előzőleg. Nagyon jó. És következő... Jó. Victory is near. The enemies of darkness will be shown no mercy. Hát szerintem akkor most Harlond kéne, hogy legyen a jó. Ezt nem értem, hogy itt van Aragorn, Legolas és Gimli, meg a holtak serege, hogy... Hát befoglaltam ezt a területet. Akkor miért vannak ott? Hát hogy miért nem tűntek fel azon a pályán? És egy viszonylag kicsi pálya lesz. Talán. Destroy all Gondor forces! Ó, Gondor, pusztítsd el Gondor utánpótlását. Oké, és mi számít annak? Az a 10 perc. A főváros úgy látszik meg is van, úgyhogy nem fog szarakodni. Sem értem a szarakodásnak. Még ezzel meg is vagyunk. Látom, hogy ilyen kicsi a pálya. Itt van egy fő hadiszállás. Úgyhogy erre lejjünk délre, és szerintem ide fog érkezni majd az erősítés. Meg is jött a nagy sereg. Hát vagyunk. Lándzsásaimmal legalább tudom szedni őket, csak ez eléggé sok. Viszontem tudtam oldani. Azt hittem pedig délre fog jönni. És a parkosaim. De nem vigyázni kell a parkosokra. Könnyen tudnak halni, hogyha szarul kezeljük.
az meg is volt. Nem ez az utánpótlás? Jaj, még ott maradt egy-két ember. Bebugolt. Na jó, újra kell kezdenem, mert kiderült, hogy a Varrog is hatásos a saját csapatom ellen. Mert azt csináltam véletlenül, hogy beidéztem a csapatba, gondoltam, hogy ez így jó ötlet. Hát nem, mert az egész csapatomat elpusztította. Tehát a Varrogot úgy kell idézni, hogy valahol be az ellenfél közelébe, mert hát amúgy nagyon vészes ez az erősítés, hogyha felkészülünk rá alaposan. Szerintem mindentől Szarumánra kéne bíznom, hogy az ő sereg is fejlődjön, ne csak a Lurcé. Úgyhogy... hát valahogy is megcsináltam egész délt, most jöhet éjszak. Úgyhogy nem fogom folytatni majd Szarumán seregével és éjszak befoglásával. Akinek tetszett a videó, azzal találkozom a következő részben. Sziasztok!